Japánban mai napig is szokás, hogy az üzletemberek összejárnak, és te a különlegességeket isznak, miközben megbeszélik a híreket, a legújabb fejleményeket, és üzleteket kötnek. Egy ilyen üzletemberi kör már évek óta összejár. Mindig csatlakozik hozzájuk egy-egy újabb tag, pedig elég nehéz egy ilyen körbe bekerülni. Ennek az üzletemberi körnek az lett a szokása, hogy igen drága teafajtákat kutattak fel, hogy azokból újabb incsiklandozó keverékeket állítsanak össze. A találkozók mindig másnál voltak, és a házigazda gondoskodott az aznapi teáról. A házigazdák úgy akartak kedveskedni egymásnak, hogy egyre ritkább és különlegesebb teát szolgáltak fel ilyen alkalommal. Most is éppen egy ilyen tea délutánon vagyunk, amit a legidősebb üzletember házánál tartanak. Uraim! Annyi szó esett már az üzletről és a politikáról. Legyen hát most a szó a teáé. Megmutatom önöknek a legújabb szerzeményemet. Na, már alig várjuk. Mivel örvendeztet meg a mi házigazdánk? Remélem valami nagyon különleges teát készít. Mindenki maga fogja eldönteni, méltó-e ehhez a körhöz. Ez a tea. Na, készítsük el a teát. Alig várom, hogy megízleljem. Honnan származik? Itt van, ebben az aranyszelencében. És már is tölthetik rá a forró vizet. A legnagyobb ünnepélyességgel szolgálta fel a teát. Aranydobozból mérte ki a leveleket. Rátöltötte a forró vizet, és gondosan letakarta a kis fedővel. Urai, mindjárt kész a tea, és megízlelhetik. Szerintem legkülönlegesebb teák egyikét. És honnan szerezte? Nehéz hozzájutni. Látom, nagybecsben vannak ezek a teák. Aranydoboz. Biztos nagyon drága volt beszerezni. Uraim, minden kérdésükre választ adok, de előtte meg kell kóstolniuk a teát. A vendéglátó akkurátusan kiöntötte a teás csészékbe a teát, és nagy figyelemmel nézte, hogyan kortyolnak bele, és ízlelgetik a teáját. Hát, ez fantasztikus. Én még ilyen ízletes teát nem ittam. Ez az íz kombináció. Milyen különleges kombinációval állították össze ezt a keveréket. Milyen tea füvekből keverte. Árulj el, mert mindig ilyen teával akarom a vendégeimet megkínálni. Uraim, a tea, amit önök oly nagy élvezettel isznak, ugyanaz a tea, amit a parasztjaim isznak a birtokomon. Na hát! Ezt nem gondoltam volna. Ez drága kincs a parasztok poharába. Látják, a legértékesebb dolgok a közelünkbe vannak, és bizony sokszor észre sem vesszük, mert a csomagolás nem olyan, ami annak értékességét sejtetné. Látják, én aranydobozba tartom ezeket az értékes teafüveket, mert tudom, hogy mennyire értékesek. Így önök is nagyon megbecsülik. Hát igen, értékes. Igen, ez az aranydoboz illik ehhez a teafűhöz. Na ne. De ha a parasztjaim poharába látnák, akkor bizonnyal nem törődtek volna vele, hogy mit isznak. Azt hiszem, meg kell tanulnunk a valóságos értéket meglátni. Teljesen mindegy, milyen borításba is látjuk. És milyen igaza volt ennek a japán embernek. A Biblia is beszél róla, hogy megcsal a szemünk az ítéletben. Így mondja ezt. Ne kövessetek el igazságtalanságot az ítéletben. Ne nézd a szegénynek személyét, se a hatalmas személyét ne becsüld. Igazságosan ítélj az emberek között. Az Úr mondta, ne nézd a külsejét. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi,
mi a szívben van. Azt hiszem, a legfontosabb dolog, hogy tanuljuk meg Istentől észrevenni a valódi értékeket, hogy a belső, elrejtett dolgok sokkal értékesebbek lehetnek, mint a külső látszat. Legyen nyitva a szemünk!